ahogy erről beszéltünk, hogy minden elmúlik ezen, minden harag elmúlik. Régi pofonok története az már úgy tűnik kettőjük között megszűnt. És ment végig, tényleg, mint a zsinóron húzták volna. Itt pedig a Rommel takarítás egy pillanatát láthattuk az előbb Nakajima autó. Annál is inkább, mert szegény Piro autójának az elejét húzták meg, és azzal törték szét azt a vezetőszárnyat, ami másnap kellett volna a tartalék autóra, és ezt szóvá is tették sajnos a emberek. És Nigel Mansell a pódiumon, az emelvényen, nagyon boldog, nagyon fáradt és nagyon izzadt, azt hiszem. Boot Senna fehér kezes lábasban, és Senna ismét gratulál. Neki is jól jött, azt hiszem, ez a 6 pont. Jaj, de szép. Mansell nagyon tud örülni, ezt már többször megfigyelhettük. És az olasz Ferrari miatt kettő rövidített verzióban hangzott el természetesen. Olyan rövidített verzióban, hogy aztán az ennél rövidebb filmus nincs is, mint a Forma 1-ben. Az érthetően a rendkívül sok közvetítés miatt. És itt a díj, amit már a Telesportban is láthattak. És hát az igazság, azt hiszem, illik hozzátenni, hogy ezt Enzo Ferrari már nem érhette meg, a csapat mindenható ura, aki tavaly éppen itt a hungaroringi versenyt követő hetekben halt meg. Ez az első év, amikor nem ő vezeti a Ferrari csapatát. Tehát Nigel Mansell, a Pop 84 magyar nagydíj idei győztes. A második helyezett Senna is egy hasonló, nem ugyanolyan, de hasonló vázát kap. Állítólag egyébként a magyar nagydíj az a versenyzők szerint, ahol a legszebb vázákat lehet kapni, a legszebb díjakat, ennek örülnek a legjobban. Ó, ez nem kétséges, ez nem kétséges. Ez valóban így van. Ebben hollóháza valóban vezet a világon. Mindjárt jön a pezsgő. De lehet, hogy kapnak még valamit. Ettől szolgálat, akire hál' Istennek nem volt szükség. És most mindjárt újra, már durran is. Bevallom, kedves nézőink, nem tudom mire vélni. A második nagy díj, ahol látom, hogy a pezsgőzésből Senna kivonja magát. Az előző, a Hockenheimi versenyen is, pedig ott győztesként vonulhatott le. Hóna alá fogta a pezsgőt, itt most egyébként még itt is hagyta, és integetve kivonult. Hogy mekkora is ez a váll a valóságban. Mert Mansell nem tartozik a kistermetű versenyzők közé, tegyük hozzá, hogy ő egy normális. Őket közvetlenül mellette van egy kis szerencsénk, vagy akkor pillanatokon belül meghallgathatjuk Mansell az interjút. Okay. Nigel, please. Gyula István barátom hangját hallom. Congratulations to all of you. Gratulálunk mindannyiatoknak. Isten hozott titeket. What would you have bet on? Mit hittél, mikor? Én mindig úgy éreztem, hogy valami esélyem van, különben el se indulnék. Nagyon nehéz volt. Csodálatos verseny volt. Ilyen szép verseny még életemben nem vezettem. Teljesen hihetetlen. Sennának pechje volt az előzésnél.
Nagyon élveztem. Megtörtént ez valaha, hogy valaki 12. helyről nyerjen? Igen, John Watson egyszer 21. helyről nyert. Ez megtörténhet, de nagyon ritkán. Mindannyiunknak sok baja volt az előzéssel, nagyon jó verseny volt. Mondja még egyszer azt a bizonyos előzési pillanatot, azt a döntő pillanatot. Az történt, hogy aki Senna előtt volt, hibát csinált, nem vette észre, hogy Senna milyen gyorsan megy. Ő kénytelen lesz, ennek kénytelen volt fékezni, és én gyorsan kihasználtam, és elmentem mellette. Köszönöm szépen. Point of the race from inside? Senna, önnek hogy tűnt? Johanssonnak gondjai voltak, nagyon lassan ment, utolérte nagyon gyorsan, majdnem eltaláltam. Hardly could avoid hit him, and Nigel came, and I think just managed to avoid me. And Nigel, éppen hogy csak el tudott mellettem menni. Would you blame Johansson for that? Gondolj, hogy Johansson hibája? That it will not change things anyway, so. Mindegy, mert semmit nem fog változtatni a dolgot. If he's not there at that moment, then would Nigel be able to? Would have been able. Maybe he still would be. Gondolj, hogy ezen át vagy bukott a verseny? Talán. That would gain from it, benefit from it, would be all the public, because the race would be a lot more exciting. Sokkal izgalmasabb lett volna a verseny, Johansson nem tart fel minket. What it matters is that he managed to make. A lényeg az az, hogy neki sikerült, és megnyerte a versenyt. Nagyon jól vezetett, és megérdemelte. Never changed tires. Was it not too risky? Önök nem jöttek be gumicserére, nem volt túl veszélyes? Nagy rizikó volt, de mivel 12. helyről indultam, nagyon jól ment. Ebben a bizonyos vonatban voltam ötödik. Meg kellett 20 körön keresztül várnom, míg esélyen voltak az előzésre. De az első 20 körben, mivel ott ültem mögöttük, nem pályán, jobb most ebben az átvágott pályában. Nagyon nehéz pálya. Nagyon nehéz előzni. De bebizonyítottuk, hogy az év egyik legjobb versenyét történt. A 12. helyről valaki nyerhet, az bebizonyított, hogy ez egy jó pálya. És lehet előzni. Nagyon jó. Ki lesz világban? Probably with a red overall. Valaki, aki pirosban, piros overallban van, az lesz világbajnok. I let you know in Australia. Majd Ausztráliában megmondom, ugyan menszó. Thank you very much. Nagyon szépen köszönjük, és még egyszer gratulunk mindhármuknak.